Május 25-én lép életbe az Európai Unió új adatvédelmi személyi adatokra vonatkozó rendelete, a GDPR. A jogszabály nem véletlenül született meg, hiszen 10 milliárd fölött van a már az elektronikusan ellopott adatok száma a világban. A legnagyobb adatvesztést eddig a Yahoo, illetve az Uber könyvelhette. Magyarországon nagyobb problémák még nem voltak, ám a határidőig itt is meg kell felelni a GDPR előírásainak. A téma egyik szakértőjével, Koncsik Istvánnal beszélgetünk. Jó estét, üdvözöllek! Jó estét, kívánok! No, István, most ez azt fogja jelenteni, hogy 25-e után a GDPR-nak köszönhetően nem fogunk kapni mi magánszemélyek keresetlen hírleveleket, és az adataink azok biztonságban lesznek, tehát nem lesz olyan eset, hogy esetleg a postaládánkban olyan hírlevél kerül, amit nem is kértünk. Ez túl szép, hogy igaz legyen. Biztos, de ez a cél. A cél az ez lenne, de sok minden miatt ez szerintem késni fog. Először is általában Magyarországon és az EU-n belül is azért nem annyira tudnak erről a cégek, hogy van egy ilyen követelmény, pedig hát ez egy 2 éves törvény. 2016. május 25-ével indult, kaptak az EU-s tagállamok egy 2 éves türelmi időt, hogy felkészüljenek rá, és hát most május 25-ével ez már végrehajtható dolog lesz. Magyarországon ez biztos, hogy egy kicsit azért csúszni fog. Tudni kell, hogy ez a törvényi felhatalmazás még nem született meg. A NAI részéről a NAI fogja majd nagy valószínűséggel végrehajtani ezt a törvényt. Ez egy 2/3 törvény, és nem biztos, hogy ez május 25-ig meg fog születni, és igazából ez érvénybe fog lépni. Ugye a NAIV az egy új szervezet, aki... Adat és információs hivatal. Párhuzamosan egyébként a jelenlegi törvény, ami az adatokat, adatkezelési törvény, az megmarad? Mindenféleképp. Van egy 2011-es infotörvény, ami sok mindent már leszabályozott, sőt mindig azt mondták rá, hogy szerintem Európa egyik legszigorúbb ilyen jellegű törvénye volt idáig. A két törvényt együtt kell majd alkalmazni, ugyanis a GDPR sok mindenre nem terjed ki. A GDPR az elektronikus adatkezelésre, személyes adatoknak az elektronikus adatkezelésére vonatkozik, illetve minimálisan a papír részére. Ugye május 25-től, és te is már említetted, hogy cégek, én említettem, hogy magánszemélyeket is érint, tehát igazából a GDPR mindenkire fog vonatkozni, akinek adata van, és valahol ezt közzétette, vagy elérhetővé tette. Hát inkább úgy mondanám, hogy a magánszemélyre úgy, hogy végre valaki védi a személyes adatait, így vonatkozik rá, cégekre pedig inkább az a fontos, hogy a cég mérettől függetlenül vonatkozik. Tehát idáig az infotörvényben azért volt egy olyan jellegű előnye a KKV szektornak, a kis és középvállalatoknak, hogy annyira nem vette szigorúan a NAI ezt az adatkezelés kérdést. Legtöbb esetben csak egy ennyivel megúszták a tiltott adatkezeléseket. Viszont a GDPR törvény az kőkeményen kimondja, ez az egyszemélyes vállalatra is, vagy magánvállalkozóra ugyanúgy vonatkozik, a sarki pékre is, mint az amerikai tech cégre, aki Európán belül valamilyen jellegű adattal kereskedik, vagy szolgáltat. És akkor a GDPR-ban az ennyivel az mire változik? Hát az mindenki csak ezt tudja, ezt az ennyivel, ez a közel 20 millió eurós plafon, büntetés, az a 6,2 milliárd forintnak megfelelő, vagy az előző éves nettó árbevételének, cég nettó árbevételének 4%-a, és az, amelyik a nagyobb. Nem kevés összegek ezek. Nagyjából adatot mindenki kezel, hiszen, és erről is beszéltünk, hogy akárhogy egy névjegykártya rendszert én fenntartok az irodámban, akkor már az is egy adatkezelésnek minősül. Tehát hogyan tud egy cég, aki 25-től meg akar felelni ennek a rendszernek, adatot kezelni, és milyen jogalapjai vannak? Hát legfontosabb az, hogy idáig milyen jogalapok voltak. Kétféle módon kezeltünk adatot cégen belül. Egyrészt vagy engedélyt kértünk rá, tehát egy hozzájárulással, például egy weblapon, mikor feljelentkezünk a hírlevél listára, akkor minden esetben van egy feljelentkező rész, ahol hozzáadjuk az adatainkat, illetve volt a törvényi kötelem, amikor az állam azt mondta, hogy kötelezően kell tárolni az adatokat, például számláknak a partnereket meg kell őrizni 8 évig, mert kötelező. Most ez a jogkör 4 új résszel kibővül, és ebből egy-kettő nagyon fontos lesz a cégek számára. Mondhatnánk úgy is, hogy a GDPR törvény egy áldás lesz a cégeknek adatkezelés szempontjából, mert másfél módon is lehet majd adatot tárolni és bekérni. Ilyen lett például egy szerződéses viszony.
Gondoljunk csak bele, hogyha valaki regisztrál a Gmailen, a Google-ban vagy a Facebookon, ott köt egy szerződést a két vállalattal, vagy hát az amerikai céggel, amelyben a felhasználó kéri, hogy ugyan olvasson már bele az a bizonyos e-mail szolgáltató az ő levelezésébe, és ugyan az ő tartalmai alapján, a kapott leveleik alapján releváns reklámokat jelenítsen meg. Minden esetben a felhasználó kéri. Tehát bizonyára Magyarországon is, vagy hát a GDPR törvény elindulása után is ezek az adatkezelések, a weblapok és a webshopok helyzetében el fognak menni ebbe az irányba. De van egy új dolog is, a jogos érdek. A cégnek, hogyha érdekében áll, igenis kezelhet adatot, de természetesen meg kell vizsgálni ennek a mértékét, tehát nem lehet túlzott adatkezelés, és minden esetben, ami a legfontosabb, a felhasználónak valamilyen beleegyezését kell kérni. Koncsik Istvánnak köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor a kis és középvállalkozásoknak üzenjük, hogy nagyjából egy 10 napjuk van még felkészülni a GDPR-ra. Mi folytatjuk a kiemelőt.